Hát, amikor egy színésznő kiáll a nyilvánosság elé egyrészt beszélni a betegségéről, másrészt, vagy a lehetséges betegségéről ebben az esetben, másrészt elmondani, hogy a nőiességével kapcsolatban milyen beavatkozás történt az ő szervezetében, az mindenféleképpen figyelemfelkeltő. Amikor egy világszépnek mondott színésznő egy szépségetalon teszi ugyanezt, Angelina Jolie, akkor pedig ez még hatványozódik. Nem tudom, hogy ezzel a tudomány mennyire tud kezdeni valamit ezzel a hirtelen jött érdeklődéssel, jót tesz vagy rosszat tesz, dr. Peták István molekuláris farmakológus, ráadásul egy diagnosztikai központ tudományos igazgatója, tehát pontosan azzal foglalkozik, amiről voltaképpen Angelina Jolie beszélt, hogy lehet tudni, lehet valószínűsíteni bizonyos betegségek kialakulását, és bizonyos módon azokat meg is lehet akár előzni. Mennyire tényszerű mindaz, amit nem tudom, olvasta Jolie közleményét, ő ott megfogalmazott, hogy például azzal, hogy az emlőlevételt ő vállalta, nem tudjuk, hogy a petefészek kivételt is vállalta, mert erről nincsen hír, ezzel ő megúszhatja a fenyegető rákbetegséget. Így van. Szerintem a legfontosabb jó hír az, hogy nem az a hír, hogy Angelina Jolie haldoklik, mert áttétes emlődaganata van, hanem az a hír, hogy tudott valamit tenni az ellen, hogy ez ne következzen be, tehát tudott védekezni. Tehát kapott egy olyan információt, ami meglepően pontos, ugye sokan meg is lepődtek ezen, hogy ennyire pontos számot, 87%-os esélyt mondtak neki az orvosok a molekuláris diagnosztikai genetikai vizsgálat segítségével. Akármilyen megdöbbentő, valóban most már nem csak azt tudjuk, hogy mely gének felelősek daganatok kialakulásáért, hanem konkrét mutációk kapcsán is meg tudjuk mondani, hogy az adott mutáció személyre szabottan mekkora rizikót jelent. Ez azért lehetséges, mert már több ezer ilyen vizsgálat történt, tehát hatalmas statisztikai adatbázis áll rendelkezésre. Azt kell látnunk, hogy gyakorlatilag egy háború zajlik a rák ellen, és azt gondolom, hogy ez a hír legalább fölhívta a figyelmet erre az emberek számára. Tehát akkor ezt jól csinálta? Ezt szerintem jól tette, hogy fölhívta a figyelmet. Az, hogy ő ennek az információnak a birtokában, hogy ő pont az emlő rákra hajlamos, azt a védekezésnek ezt a formáját választotta, ezen lehet vitatkozni. És lenne más, ami hasonlóan hatékony? Fontos azt tudni, hogy van rá módunk arra is, hogy rendszeres szűréssel védekezünk. Tehát, hogyha kombináljuk a szűrési módszereket, a mammográfiát, az ultrahangot, az MR-t, és rendszeresen járunk, és a daganatot már nagyon korai stádiumban kimutatjuk, akkor a gyógyulás közel 100%-os lehet. Tehát a megelőzésnek sok módja van. Az a fontos, hogy személyre szabott megelőzési tervet tudjunk kidolgozni, és pont a molekuláris diagnosztika ezt teszi lehetővé. Tehát egy orvos két dologtól fél, attól, hogy nem kezeli a beteget, amikor kellene, meg attól, hogy ha túl kezeli. Tehát pont az a fontos, hogy pont az történjen egy adott beteggel, ami kell. Azt kell látnunk, hogy a daganat egy genetikai betegség, ezt már tudjuk. De a génhibáknak csak egy 20%-a az, ami öröklődik, a többi az életünk során szerzett. Ez úgy is el lehet képzelni, mintha tudnánk, hogy egy sorozatgyilkos garázdálkodik az országban, és minden negyedik embert megöl. Ezt szembesülnünk kell. Magyarországon a halálozások 25%-áira daganat felelős, de csak az esetek 10%-ában előre kitervelt ez a gyilkosság, és ez a genetikai vizsgálat azt mutatta ki a színésznő esetében, hogy ő rajta van azon a listán, akit nem véletlenszerűen fog a emlőrák megtámadni, hanem előre lehet már nála jelezni. Fordítsuk le ezt a gyakorlatnyelvére, ez a Magyarországon mennyire áll rendelkezésre bárki számára egy ilyen genetikai vizsgálat? Ez rendelkezésre áll, tehát ezek a génvizsgálatokat Magyarországon el lehet végezni. Bizonyos esetekben a társadalombiztosítás is finanszírozza, tehát hogyha egy családban több ilyen emlődaganatos vagy petefészek rák fordult elő, vagy nagyon fiatal korban, akkor el lehet menni genetikai tanácsadóhoz, és finanszírozottan is el lehet végezni a vizsgálatot. Ha kisebb a rizikó, akkor magánfinanszírozásban szintén dönthet úgy a beteg, hogy ezt a vizsgálatot elvégzi. De nem csak erre lehet vizsgálatot kérni, ugye? Tehát nem így csak van. Az emlődaganat az, ami itt vizsgálható, hanem most itt olvastam, hogy például a vastagbélrákkal kapcsolatban is némi áttörést tudnak éppen az ön csapata felmutatni.
Így van. Mi elsősorban azokkal a betegekkel foglalkozunk, ahol már kialakult a daganat, és abban próbálunk segíteni az onkológusoknak, hogy azt a célzott lövedéket választják ki, azt a célzott gyógyszert, ami pont az adott betegnél sikeresen alkalmazható. Az mennyivel nagyobb gyógyulási esélyt ad, hogyha konkrétan a genetika által lehet tudni, hogy milyen génhiba okozza? Például egy vastagbéldaganatos beteg esetében, hogyha több gént vizsgálunk meg, és éppen ebben van most egy nagy áttörés, az Amerikai Onkológusok Társaságának most lesz az éves kongresszusa 29-én Chicagóban, és ők egy sürgősséggel nyilvánosságra hoztak egy hírt, hogy egy újabb génről bizonyosodott be, az NRAS-ról, hogy segítséget nyújtott az onkológusoknak abban, hogy pontosabban válasszák ki a megfelelő célzott terápiát a betegeiknek. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon körülbelül 5000 vastagbél daganatos beteget kezelnek, akinek áttétjei vannak, és ezeknek olyan 10%-a, olyan 4-500 embernél előfordulhat ez a génhiba, és ezeknek a betegeknek más kezelést kell kapni, mint az olyan betegeknek, ahol ez a génhiba nincs jelen. Rágyógyítható? Hogyha időben felfedezzük, igen, hogyha műthetővé tesszük célzott kezeléssel, akkor igen. Tehát vannak olyan esetek, amikor igen, az a fontos, hogy minél korábban fedezzük fel, és minél pontosabb célzott kezelést tartassunk. Dr. Petek István, köszönöm szépen, hogy eljött. Fontos dolgokat mondott nekünk. A híradó után folytatjuk. Nagy Bandó András jön egészen más témában, ő is fontos dolgokról tud beszámolni.